Sziasztok! Pontosan dél van, 2024. április 7-e vasárnap, és egy kerékpár túrára indulok. Ezúttal nem Magyarországon fogunk tekerni, hanem átmegyünk a határon Horvátországba, és megcélozzuk a Kopács rétet. Most Beremenden vagyok, pontosabban elhagytam Beremendet, és akkor induljon a túra. És az előző filmben, amikor a Kopács rétre mentünk, sajnos rögtön a memóriakártyának a második fájra megsérült. Arra egy pár fontos infót mondtam erről a bringáról, ugye be akartam mutatni a túratársamat, de az mind elveszett az egész. Szóval annyi, hogy ezt a kerékpárt már láthattátok 2019-ben, azt hiszem a Téli bringázás című videóban, és egy 2021-es húsvéti rövidke videóban. Nem nagyon szoktam használni ezt a gépet, mert elég szarok itt az utak, elég rosszak itt az utak Magyarországon, de milyen érdekes, amint át fogok lépni Horvátországba, érzékelhetően jobb lesz már ott az út minősége. Na úgyhogy pattanjunk is fel a gépre, és kezdjük meg a mostani túrát. Aluvázas, 30 váltós bringa, tettem rá egy ilyen nyeregtáskát, illetve a korábbi túráról megszokott kis váztáskát, amire egy rövid vázlatot készítettem a mai útvonalról. Igazából tök egyenes úton fogunk menni végig, szintek nem lesznek, erről nem is érdemes beszélni. Ez az Alföld ugye a Drávának a síksága. Hát mit is mondjak még erről a gépről? Rohadt könnyű vele menni, csak igen vékony kereke van, ezért nagyon szeretem a magyar utakon használni. Most is föltettem ezt a táskát itt a térdemnél, jobbra-balra egy picit fityeg, teleraktam ilyen műzli szeletekkel, meg nápolyi szelettel, úgyhogy húzza a súly. De szeretem, ezt hasznosnak bizonyult már a mecsek túrán is. Ugye mivel Schengen, ezért túl nagy mozgás nincs rajta, ez itt a magyar oldal, és mindjárt átmegyünk a horvát oldalon is. Amúgy meg nincs nagy autóforgalom. Itt van Hrvatska Republika EU, most lépünk be. Szóval nincs nagy autóforgalom, itt jött két autó, itt előzgették egymást, meg már dudáltak. Sehol senki, és nem férnek el az úton. Megy a kakaskodás. Tényleg szép az ég. Van egy kis fátyolfelhőnk, szűrt napsütés. Viszont van egy szembeszelünk is egy kevés. Ez korán sem olyan, mint az előző napok viharos szelei. Úgyhogy kényelmesen egy ilyen 20 km per órával zötyögünk. Pár embernek biztos megfordult a fejében, hogy de miért nem a villanybringával jöttem. Ha igen, jó meg szép, csak azt nem tudom berakni ugye az autóba. Ennek meg kipattintam az első kerekét, és már is benn van a csomagtartóba. Van talán 9 kg üresen ez a bringa. Úgyhogy ez a nagy előnye. Be is érkeztem a határ utáni első településre, Baranyszkon Petrovom Szeló, azt hiszem magyar neve Petárda, és itt a tábla Kopács rét, 35 km előre, egyenesen. Szép vidék, művelt szántóföldek, kis ligetek beljebb. Sajnos pont szembefényes most, és szembeszeles. És Eszék felé egyenesen, Eszék innen még 29 km. Ma nem tervezek Eszékre bemenni, idővel sajnos nem állunk jól, megint késve tudtam csak elindulni. Ma csak a Kopácsi rét. Stop távla, itt egyenesen megyünk, és itt mellettem van egy háborús emlékmű. Visszafele is erre fogunk jönni, és mutatom. Na, rövidesen jön a következő falu, a jegyzetem szerint Bolman. Ez az, igen, Bolman. Jól írtam föl. Már még keveset láttam ezen horvát útszakaszból, de meg kell, hogy állapítsam, az út minősége az már most jobb. Fólia sátrak. És ott vannak a paradicsom palánták bent. Ja, nekem is kéne majd elveteményezni párat. Mondjuk ahhoz még hűvös van, hogy kiültessük. Ó, milyen szép templomuk van. Csertessék. Tetszik ez a régi téglakerítés. Hangulatos. És tulajdonképpen most nem kell lekanyarodnunk se jobbra, se balra, csak a főútat kell követnünk egy darabig.
micsoda termékeny földek mindenütt, meghatározó itt a mezőgazdaság. Átjöttem a faluba, régi kukoricagórék voltak, mindenütt szinte, valahol a birkák legeltek az udvarban. Csak olyan gyorsan nem bírtam előkapni a kamerát. Elhagytuk Bolmant, és a következő település már ott látszik előttünk, Novi Bolman. És az út mellett végig kis járda, levendul a bokrok mögött. Nem mondanám kerékpárútnak, nincs kint jelölve a távla. Na és igen, Novi Bolman. Ez a következő terület. Na, teljesen megújult épületek. Itt a falu végén. Jobbra mezőgazdasági gépek parkolnak. És ott a sok vetőmag. Elég egyhangú azért itt a táj menni előre. Nagy síkság. Szerencsére autó nem jön sok. De ahogy nézem, a kerékpáros élet sem jellemző erre. És ez itt már a következő település. Jagodnyak. Végre valami megtöri az egyhangúságot. Jaj, de szép az a templom ott. Gyönyörűen karban tartva. És mögötte egy másik is hátul. Itt is szépen gondozott kert, fölkapálva kis cukorborsó saláta, hagyma. Mondjuk az én salátám még sehol nincs, de a cukorborsom az háromszor ekkora. Locsolni kell sajnos, mert nincs csapadék. Modernitás, és mellettünk itt a nyáj. Letérek az útról, megnézem ezt a szép templomot, Jagodnyakon. Egy kis ér. Elhagytuk ezt a települést is. Most elmegyünk az autópálya irányában. Megvan a 21. kilométer. Egy félúton vagyunk Kopács felé. Nem tudom, mennyire hallatszik a széltől, amit mondok. Előttünk az A5-ös autópálya. Elvileg át kell mennünk fölötte. Jaj, de jó ez a kis magaslat. Természetesen szembeszelünk van. És ott lesz a következő település is előttünk. Novi Ceminac. Biztos nem mondom jól. Nekem furák ezek a nevek. Egyenesen Eszék felé, fújjám a szél a zászlókat. Amúgy meg itt bringást ne keressetek. Itt csak kettő kategória van, az autó és a motor. Ja, és gyalog. És hátrébb már idősebb gyüledező romos házak. Megviselte őket ez a délszláv válság sajnos. Itt szinte összeér a két település. Novi Ceminac vége. És a következő Ugliesz. Egyébként van egy érdekesség. Ha elő akarom venni a kamerát és be akarom kapcsolni, azonnal megjelenik valahonnan egy autó. Ez már csak így van, Murphy. Jaj, de szép ez az ortodox templom. Megint Görögország jut az eszembe róla. Csertessék. Na és ott egy kerékpáros, az is mobilozik. Település közvetlenül kapcsolódik a következőhöz. Valami Svájc nevű, Svájcárnica. És itt is vagyunk. Na ez az a hely, ahol nem Eszékfele megyünk, hanem egyenesen tovább a stopnál. Tudom, nem valami elegáns hely, de itt meg kellett állnom.
bekapok majd egy csokit. Most van 3/4-2, és eddig 27,35 km. Svájc-Arnicán vagyunk. És meg vagyok elégedve ezzel a hátsó nyeregtáskával. Remélem jól tettem föl rá. Belefért a kaja, pumpa, ruha, sapka, szemüvegek. És ugye bővíthető is, itt vissza van tűzve, tűrve, göngyölve. Ide meg a klipsz világítást lehet betűzni hátra. Meg is volt a rövid pihenő. Ettem egy jót, meg ittam is. Körülbelül 2 óra fele jár az idő. És még egy olyan 12 km lesz Kopácsig. Itt is egy szép gyümölcsöst mellettünk. Ezt se tudom megmondani, mi lehet. Körte az már levirágzott. Hát passzolom. Az út minősége itt is jó. Hát mondjuk a szélén itt-ott van egy kis repedezés néha-néha. De teljesen tűrhető és haladható. A forgalommal is meg vagyok elégedve. Következő gyümölcsös. Igen, hiába, ez egy ilyen mezőgazdasági terület. Na megvan, kín van a tábla, jabuke, az almát jelent, úgyhogy ez almás. Túloldalon valami gyalogút is van, nem bringa út, nincs rajta a jelölés. Ez már dárda, és itt a körforgalmat eszék fele fogjuk elhagyni. Eszék 13, Kimco. Amilyen jó minőségű itt az út. Dárdán vagyok, következő körforgalomnál, és nézzétek, mit találtam. Kerékpárút, kerékpáros felfestés. Ezt mégsem nagyon használják. Most itt kimegyünk balra, szintén eszék felé. De előtte megmutatom ezt a gyönyörű szép templomot. Csertessék. És nem csak a templom, van itt egy körforgalom, és egy benne egy nagyon szép tojás. És akkor itt erre megyünk ki dárda fele. Eszék felé, bocsánat. Ez még mindig dárda, telibe szembeszél, és fönt van a gólya. Hello gólya! Megjöttek ők is. Szintén dárda, kerékpárúton haladok, és jó minőségű. A vasút után folytatódik a jó minőségű kerékpárút. Az előbb jött egy motoros banda, voltak vagy 10. Azért mondom, itt bringást nem nagyon lát. Talán egy volt, egy valaki. Valami munkás éppen hazafele tartott, és ott lépdel a gólya. Most haladunk Mece mellett. Kerékpárút átváltott ilyen erdei szakaszra. Mellettünk Mece település, továbbra is balra. Hú-hú! Micsoda gyökér felnyomódások! Na erre nem figyeltem. Hopszi-hopszi! Ebben a kerékpárútban azért jócskán vannak hibák, vissza is kellett lassítanom. Nem lehet haladni, hiába jól, csak a főúton lehet haladni. Kis csendélet Bilje település előtt. Nagyjából egy ilyen 6 kilométerre vagyunk a Kopács réttől. Itt állok a kerékpárút mellett. Dobrodosli, Bilje. Ja, és képzeljétek, nem is mondtam, az előbb itt álltam az erdő mellett a padnál. Láttam az első országúti bringást, rendes mezben, felszerelésben, igaz, hogy mobiltelefon állt közben, de mégiscsak bringás volt. Bilje, azaz magyar nevén Bejje, és itt a Kopács réttábla. 5,5 km még innen. Újabb körforgalom Biljén, vagy Bejjén, itt a templomnál, dicsértessék. És egyenesen eszék, de mi nem arra megyünk, hanem kimegyünk balra, itt is egy ilyen tojás. Kávinogradi 18 km felé.
milyen szép házak! Na itt a táblánk, Kopácsi rét, le jobbra, elhagyjuk Billyét. Kormorános! Ez az. És megérkeztünk Kopácsra. Itt vannak már a táblák, a barna mutatja, hogy itt majd balra kell mennünk. Kissé előrébb. Tikves, ahogy mutatja a tábla. Itt be balra. Nincsenek illúzióim, biztos sokan lesznek vasárnap révén, de nem baj, ekocentár. És meg is érkeztünk a Kopácsi rétre. Itt a parkoló. Kopács vége. Arra is lehet menni, itt fönt a töltésen, de ide lemegyünk a parkolóhoz, meg a zsupfedeles házakhoz. Na, jó sokan leszünk a recepció. És tele a parkoló. Kerékpárral bemenni tilos, mármint úgy, hogyha rajta ülünk. Most van 3 óra, 40,6 km-t beremend végétől, és ez itt a Kopácsi rét bejárata. Kerékpárral itt közlekedni tilos, de gondolom, hogyha tolom, abból nincsen probléma. Itt az információ és a recepció. Azt hiszem teljesen ingyenes. Na és akkor kezdjük is a sétát. Ilyen pallón haladunk végig egy ilyen vizesebb terület fölött. Tavaly vagy tavaly előtt Ildék voltak itt a Happy Trip Site-tól, és onnan kaptam a kedvet tőlük. Úgyhogy nyugodtan nézzétek meg a csatornájukat, sok szép videójuk van fönt, és erről a helyről nem is tudtam előtte. Van itt kávézó is, és azért most van vízszint. Mondjuk később nem érdemes jönni nyárderekán, mert hogyha itt beindul a szúnyog invázió, akkor nagy gond lesz. Vannak bizony, vannak. És milyen mély lehet a víz? Hát szerintem egy ilyen 30-40, néhol 50 centi. De van itt nádasos, lápos bőven. Az meg ott a gát, töltés, ahol az autók haladnak, és van itt egy ilyen kis vonat lehetőség is. Hát ez a gumikerekes kis vonat. Hajózási lehetőség is van, azt hiszem. Elég jó minőségűek ezek a pallók, és itt ott egy-egy pihenő is be van ékelve közéjük. Itt a vidrás tábla, emlékszem, ezt még Ildi videóján is láttam. Na itt az elágazás, menjünk szerintem mi is erre itt a jobb irányba. Hát, egy hónap múlva nem biztos, hogy eljönnék ide. Döngenének a szúnyogok. Itt már mélyebb a víz. Már van egy ilyen méteres is körülbelül. Ebből az irányból érkeztem. És előttem a nádas. Ahogy nézem, a sétánynak a túloldala le van zárva,
Igen, ott eléggé rossz állapotban vannak a pallók. És ezek szerint az út akkor itt vezet a gáton tovább. Ezelőbb ott voltam, de visszajöttem a főcsapásra. Itt azért látványosabb haladni. Nagyon tetszik, hogy ilyen pihenőket tettek padokkal, néha megszakítván a sétányt. Azon a területen van vagy 10 béka. Kell is, hogy pusztítsák a szőnyegeket majd. És nagyon erősen tűz a nap. Érzem a várlimon, ahogy hátulról tűzi. Nem tudom, mi lesz itt nyáron. Kicsit olyan pocsolyás, de van a víznek áramlása azért. Elég hosszú ez a sétány, ahogy nézem. Még arra is van tovább. Lehet, hogy lezárt terület az már ott. A nagy zöld béka infotáblája látható itt. Tudjátok, mi jut eszembe ezekről a pallókról még? Görögországban, amikor Parálián voltam még 2019-ben, ősszel volt egy nagyon szép archeológiai terület, Dion. Nem pont ilyen pallók voltak, az is valami hasonló ilyen lápos területen vitt keresztül, és ott volt még az Ízisz templom. Lassan már olyan meleg van itt is, mint Görögországban. Ez az út itt lépcsőben végződik. Én vissza is fordulok, és elmegyek fel a gátra másik irányból. És ugyan nem tenger van alattunk, hanem egy ilyen lápos terület. Itt vannak az éttermek, az is egy ilyen nagyobb ebédlőterem, és ezek szerintem ezek a szállásapartmanok itt sorra. És már 4 óra. Közeledek a recepció felé. Na szóval ezek lehetnek szerintem itt a szálláshelyek. A bejárat itt jöttem be balról. Ez a recepció ingyenes. A bejövetel. És szerintem ez egy ilyen szálláshely lehet, talán innen jobban lehet látni. Ott van lent a bejárat, és a szállások, és most fönn vagyunk a gáton. Kopacz Kirit.
Lent jobbra megtekinthetjük a sétányt. És lelassítottam. Pár percem is ott sétáltunk lent. Sőt, azon a ponton, a lépcsős részen, ott fordultunk vissza kerékpárral. És előttem ott a kormorános. Hú, mennyi kormorán van a fán, ott fészkelnek. Meg lehet ismerni a fészkelő helyüket. Az ürülékük megöli a fákat. Teljesen kiszárítja őket, hófehérek azok a fák ott. Visszajöttem az autóútra, nem akarok ezen a poros úton haladni, ahol sétálnak az emberek, mégis kényelmesebb. Meg akarom keresni azt a hajóállomást. Lent balra is parkolók, és itt lesz a hajóállomás. Ez egy ilyen szórt köves út, aránylag jó minőségű, de gyorsan lejövök róla. És itt be is nézek a hajóállomásra. Jó, meg vannak csinálva ezek a házak. A régi zsupfedél, az autentikus. Itt lehet ezekben a kis házikókban várni a kompoknak az indulását. Itt le is teszem a bringát. Épp most futott ki egy komp. Elmennek megnézni a kormoránost. Az ott végig az a kormorános fészkelőhely, az a kis földnyelv. Jó hangosak, ide lehet hallani őket. Már megyek ide a nagy gúré alá. Kis vonat egyébként ide hozza az embereket, itt a forduló pontja hajóállomásnál. De mielőtt még visszafordulok, bementem egy ilyen pihenőbe, felraktam a bringát, és megterítettem. Eszek a visszaindulás előtt egy kis rántott húst, meg rizst. Úgyhogy jó étvágyat! Miközben itt üldögélek és eszek, figyelem itt a forgalmat, és több kerékpáros van, mint gondoltam. Ugye itt is van rögtön kettő kerékpáros, és azon az úton is mennek szépen, úgyhogy visszavonom, amit mondtam. Itt a Kopácsi rét környékén igenis van bringás élet. Meg béka élet. Hát akkor viszlát Kopácsi rét, meg volt a kaja, és nagyjából ilyen 3-4-5 van. Siet az órám, 44 kilométert mentünk, ebben benne van a pallón gyaloglás is, de visszafele beremendig még egy 40-es simán meg lesz. Visszafele sok felvételt nem csinálok, ugyanaz lesz a visszaút iránya is, beremendem, majd jelentkezem. Igazából innen nincs is messze Eszék. Jól emlékszem, akkor Billy-től egy ilyen 6 kilométer volt. De most sajnos nincs idő oda elmenni. Hét óra 10 perc van, visszaértem Beremendre. És ezzel film végéhez is értünk.
Beremendi főtér, és egy gyönyörű szép templom, ezt még megmutatom. Pont rásüt a nap. Csörtesség. És akkor még nézzünk egy pár adatot. Félreállok. Azt mondja, hogy 7 óra 7 perc van, és 85 km volt a túra oda-vissza. Ebben benne van az is, hogy a Pallón gyalogoltunk Kopács rét végéig és vissza. És akkor ezekkel a képekkel én már a búcsúzom tőletek. Köszi, aki velem tartott, és ha minden jó, hogy akkor majd találkozunk legközelebb is. Ciao mindenkinek, sziasztok!